Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és az ötödik résszel folytatjuk a Total War Trója Let's Play sorozatunkat Memnonnal. Még nem vagyok benne biztos, hogy ez a záró epizódja lesz ennek a sorozatnak, vagy még csak a fele. Ezt majd még eldöntöm. Az biztos, hogy öt részt szerettem volna csinálni belőle, most ez az ötödik, úgyhogy nézzük, hogy hogyan alakulnak a dolgok tovább. Általában 10 rész szokott azért lenni egy ilyen Let's Play, hogy lássátok azt, hogy milyen, amikor már itt ténylegesen kicsit benne vagyunk a kampányban. Valószínűleg most is ez lesz, ha csak nem jön be valami más fontos dolog a helyére. Két dolog zajlik, egyrészt látótostromoljuk, másrészt pedig szetelt. A szeteljőstrom az tök jó, viszont hát akár mind a kettőt lejátszhatjuk most végül is. Amit tutival szeretném, hogy az látói csatával kezdjük. Látói ostrommal, nagyon nagy az előnyünk, nem túl erős, nem túl combos a védelme, viszont nem nagyon tudok most mit csinálni, ha csak neki nem adok, tehát nincs ilyen extra action, ha csak neki nem adok valami ilyen embert, aki segíthet neki, ugye ez a lefelezzük a nem is ez itt neked. Lefelezzük az ellenséges hős életét, vagy pedig minden egységet láthatunk. Szerintem ez nem lesz probléma, hogyha most megyünk ezzel. 80 meg 40 a 120, tehát elvileg pont lesz rá elég pénzem, hogy ezt meg tudjam csinálni. Úgyhogy ezt hozzá is adom, ezt a followert, meg nem tudom például az életerővel mi a helyzet. Tehát, vagy nem a morállal. Minusz 5% morál, hogyha Szuszát meg a szuszai tanácsolót felveszem neki. És most végül is van rá kaja. Ezek azok, amik a csatában tudnak segíteni nekem. Úgyhogy ezt is hozzáadjuk ehhez a Aszmerethez, aki ugye még nagyon friss tábornok, még egy darab csatát nem vívott meg. Egységet már nem tudunk lehívni neki, úgyhogy nézzük ezt a csatát, illetve kezdjük azzal, hogy lecsökkentjük az életerőt Piomniosnak az életerejét a felére. Itt ez érdekesen dobta fel a játék. Jó, amúgy értem, hogy miért így állította fel. Ezek az egységek nem tudnak vanguardolni, ezek viszont tudnak vanguardolni, tehát akár rá is forszolhatjuk az ellenséget, hogy mondjuk innen védekezzem, vagy akár innen védekezzen, tehát illetőleg gyorsabban beérjünk ide. Hogyha azt mondom, hogy innen védekezzen, akkor szerintem az egy viszonylag biztos tipp. Ez így okénak is tűnik nekem, egyébként kicsit még széjjelebb húzzuk. Ugye nagyon különleges egységek itt nem találhatóak, de nem is kell feltétlenül, beérnek itt a srácok, és akkor nem tudom, támadjunk, vagy ami ilyesmi. Te arra dobj, te pedig, hát arra kéne dobni elsősorban, sőt neked oda. És akkor még vannak ezek az egységek, akik nem csinálnak semmit. Meg majd megjön a főnök is, idővel. Nagyon komolyan hátba találjuk rögtön az ellenséget, ez általában nem tesz jót nekik. A hősnek ide kéne jönnie. Ez a hős, ez azt hiszem sima harcos, úgyhogy nem távolsági egységről van szó. Megpróbálom itt okosan elrendezni az elrendezendőket. Nyugodtan lehet amúgy oda menni. Itt ilyen második vonalbeli egységeket is behozunk már. Jó, ez viszonylag okés. Ezek most nem csinálnak semmit, csak sebzés nyelnek el, de az is nagyon fontos funkció. Ti ugye dobáljátok őket úgy alapvetően. Remélem igen. Még annyit lehetett volna, hogy az egységesetek megkerülni ezeket, és úgy hátba támadni, végül is megpróbálhatjuk. Most ér be a hősöm időközben. Charge bónusz és speed. Úgyhogy magára egy kis speedet, meg kb. Mindenkire egy kis speedet benyom. És meg is érkezett a csatába, ami azt jelenti, hogy azonnal egy charge-al le is vitte a moráját is az ellenségnek. De itt nem sokára megöli az ellenséges hőst is. És az ilyen tök jó lesz. Ezek hogy mindig hátrébb kerülnek? Nézzétek meg, amit nem tudnának támadni oda. Jó, akkor dobjátok ide, tehát értitek? Ez így a lehető legrosszabb, amit csináltok. Folyamatosan szenvedik el a sebzés, és ők maguk nem sebeznek. Nem is tudom, mi történik. Hát ez nagyon lassú egység. A Spear Infantry az egyik leglassabb egység az ilyen típusok közül. És akkor ők nem a legjobbak a flankelésre, amit látjátok. Ti kifogytatok közben? Ó, de jó. Hát az kellemetlen, viszont te tudsz morált adni magadnak. Arra még szükség van, mert most elég jelesen volt a morál. Az ellenséges hős menekül. Az tökéletes, és akkor akár ide jöhetünk is a hőssel. Az én hősömmel. Ezek nem sokára megtörnek, azaz most.
úgyhogy előre is küldjük az ellenséget. Miközben az etióp hunterök is elkezdenek menekülni, úgyhogy ezt gyorsan beadta nekik is a morálnövelést. Ti már nem harcoltok, nem is kell akkor előrébb menni feltétlenül. Itt ezzel a, ha ezt a hőst megtalálnánk. Ó, itt maradtak páran. Látok, mi történt, srácok? Minden rendben? Azt mondja, maradjunk teljesen mozdulatlanul, akkor nem fognak észrevenni minket. Lehet, hogy bejön a taktikájuk. Nem mondom, hogy hülyeség, csak hogy... Szokatlanna! Itt azért történtek némi... Hoppá! Azért történtek némi... halálozások, tök durva. Jó, ezek itt megvannak. Azt ott leüldözi, talán le is győzi. Azt a hőst. Nagyon kevés HP-ja maradt. És meghalt? Vagy bemenekült a házba, ami ott volt, és most nem tudunk mit csinálni vele. Nem írja, hogy meghalt volna az ellenség hőse, de akkor mi a vihar történt, hogyha nem meghalt? Mondom, bemenekült abba az épületbe valószínűleg. Más nem tudok elképzelni. Itt még akartam egy kis flanket csinálni, de fölösleges. Most visszavonulnak erre a pontra. Ti gyertek be szemből, bár valószínűleg nem lesz már ez annyira jelentőség teljes. Hiszen éppen üldözzük le az ellenséget. Azok már teljesen menekülnek. Azok ugye még visszatérhetnek, hogyha a moráljuk megfelelő szinten visszanövekszik. De erre azért minimális esély van. Most már ezen a ponton. Most kéne ezekkel befutni ide, a slingereket elkapni. Csak mondom, tök lassú. Mindenki az adjunk egy kis extra életet. Ó, vannak óriások. Tényleg ezt is felejtettem. Akkor álljatok. Ó, basszus. Kicsit gyógyítani akartam őket, de most már nem, azt hiszem nem gyógyulnak, vagy még gyógyulnak? Nem, most már nem gyógyulnak. Az óriásokról teljesen elfeledkeztem, hogy vannak ebben a seregben ilyen csodák. Na jó, ez volt akkor a könnyebbik része a mai résznek. Ebből az épületből kapunk követ, meg a további nyersanyagokat, meg ugye a csatából is jönnek be, például kaja, ami mondjuk nagyon nem mindegy. Arra most igencsak szükségünk lesz. És Raze and Enslave és Kill, most nem tudom, ezzel a sereggel fogok a csatázni, inkább maradjunk a Raze and Enslave-nél. Az most jobbnak tűnik. Plusz 7 Horde Growth és plusz 2 Casualty Replenishment. Majd lehet meg kéne kivenni azt a tanácsadót is, aki vissza tudja tölteni jobb mértékben a sereget. Most látjátok, nagyon picit növekszik csak, tényleg minimálisan. Frenzy vagy pedig Assault and Battery. Ez Armor Piercing-et ad, ez pedig Weapon Damage. És gyorsabb ütés, viszont gyorsabban el is fárad. Legyen a Frenzy. Nekem az jobban tetszik most. És akkor mi kell ahhoz... Kaptunk rengeteg követ. Mi kell ahhoz, hogy te visszatöltődj sok fa. Most szereztünk fát, de... Hát nem vagyok teljesen biztos, hogy az, amit szeretnék. Most egy kicsit közelebb jövök, akkor majd lehet itt lootolni. Meg rédelni, csak még nem most. Veled viszont, hát nem tudom mi legyen. Ha kivárunk még egy kört, akkor ugye ezek gyakorlatilag meghalnak, és akkor minimális veszteségekkel tudunk menni tovább. És tekintve, hogy utána jön egy csata itt ezek ellen, lehet, hogy ez lesz a jobb megoldás. Sajnos megmérgezték a kutat már megint. Ó, nem sikerült. Jaj, de jó. Akkor minden legnagyobb rendben van. Minimálisan védik ezt a várost, vagy minimálisak védik ezt a várost. Úgyhogy nyugodtan autorezolvolhatom, mert lesz vagy 50 veszteségem, nagyon maximum. És azok is egyenarányban lesznek elosztva az egységek között. Meg is van. 80, jó, hát 80 veszteség, hát akkor 80, hát Istenem. Túléljük azt is, meg mindent is. Itt ami szerintem izgalmasabb lesz az, hogy most inkább melee damage és melee attack-et fogok kérni, mert innen azonnal megyünk is át és megpróbáljuk ölni. Artemis-szel felment a kultusz szintünk. Ez a város ezt adta? Lehet. És kaptunk egy mitikus egységet, mert 250 fölé ment egy szívesség valamelyik istennel, és maga a frakció is elpusztult, az amúgy durva. Oké, kezdjük előről. Tehát azt mondtam, hogy azért jobb most a morális a damage és defense, mert most megyünk azonnal megharcolni itt ezekkel a madarasékkal. Madaras Tesco-val. Truce. Ez nem tetszik. Plusz hit points healed per second. Ó, a heal az mindig jó. Nem tudunk azonnal támadni amúgy. Na, mi a mitikus egységet kaptam? Giant Bowman. Az Franco, az tetszik. Sajnos nem tudom senkire lecserélni.
Mert jelenleg itt mindenki szuperül érzi magát. Építkezzek, inkább is a következő körben támadjunk. Ez adna plusz 10 morált. Ez meg további fejlesztéseket tenne lehetővé. Menjünk most a plusz 10 morállal. Ja, és majd esetleg a következő körben folytatjuk a másik irányba. Itt van Lithos. Lithosszal nem háborúzunk jelenleg, viszont Nossoshoz tartozik. És Nossoshoz pedig meg kéne ölni. Legalábbis van egy ilyen küldetésem, azt hiszem, hogy The Gates of Crete, és raise Nossos in the Ida province. Tehát ezt a város kell konkrétan lerombolni. Ezt itt. Úgyhogy bejövök ide, szétnézzünk, hogy Mizu. Ennek nem fog örülni az, aki itt lakik. Hú, de kicsi a látómezőnk, te jó ég. És meg, akár meg is tudnánk támadni, mert nem védi senki a várost. Hát ugye lehívhatnánk ide ezt a Giant Bowman-t. Mennyien védik Nossoszt? Sokan. Elég bátor lenne ez a próbálkozás. Na közben itt elkészültünk minden nyersanyag építőépülettel. Mi is kell nekem? Van azt hiszem ehhez is egy küldetés. Blood for the Gold Piece, Defeat. Igen, ez megvan. Vagyis ez még nincs meg. Ez most lesz meg. Call of the Mother. Itt is van egy sereg, amit le kéne győzni. Ez őszintén szóval elfelejtettem. De ez úgyis majd a fő sereggel fogjuk legyőzni. És Megidót kéne unlockolni. Megidó unlockolásához pedig valahol itt van. Halljátok, mi kell? Kéne Night Brothers kell Megidó unlock... Megidóhoz? Ez nem az, hanem ez az. Megidó. Megidó. Itt is van. Kéne Night Brothers. Yep. Akkor viszont ide kell eljutni, ehhez kell majd kő, meg ezt megcsinálni. Úgyhogy menjünk ezzel. Ez amúgy success chance-t ad az ambushra, amit nem nagyon szoktam használni, de néha egy picit igen. Oké. Okay. Akkor veled most tudok például rédelni? Már nem tudok rédelni, mert túl sokat mozogtam. Semmi gond. Ugye Lithos például le tudnánk rombolni, valószínűleg. Bár amúgy szép sereg védi Lithost is. Ugyanolyat, mint Nossos, szóval annyi itt pluszban vannak falak, itt meg nincsenek. Nem tudnám ezt lerombolni. Kicsit visszább vonulok, mert igazából miért ne? Valami épületet tudok-e? Most nem. Szóval, mivel csak láthatóságot adna a terület fölött, ezért ez lehet picit későbbre kéne inkább hagyni. Knossos meg Poseidonnal adna nekem majd favort. De ez valószínűleg kell majd a fősereg. Ez kevés lesz ide, még akkor is, hogyha esetleg veszek újabb lehívható egységeket. Most a Bowman-t nem tudom elsüssem-e ide. Végülis, amíg nem kerül csatára sor, addig nem muszáj. Ide nem tudom beadni. Tehát ez egyetlen fájdalmam. Összetudnék vonni egységeket esetleg? Csak látjátok, hogy nem nagyon sérültek távolsági egységek. Ha most esetleg közelharcit viszek vissza, vagy veszek vissza, és annak a helyére hozom be, akkor pedig felborul az egyensúlyunk. Úgyhogy az meg az olyan szempontból nem ideális. Na és akkor most sor kevet a csatára. Mondom, nem fogom lehívni ezt a ide az ijászt, bár amúgy tényleg, hogy jó lenne. Mert hogyha letalálnám hívni, ja, ahhoz valakit haza kéne küldeni, akiben már pénzt raktam, meg még bronzot is. Ha letalálnám hívni, akkor a távolsági támadásunk erősebb lenne, és ezeknek kifejezetten, mivel túlerőben vagyunk, ezért jó lenne, hogyha távolról tudnánk minél jobban ütni őket. Hát nem tudom. Na, hagyjuk most csak simán támadjunk, valószínűleg így is elég lesz. Ha nagy veszteségeink vannak, főleg hátul, akkor pedig meg is fel mit fogunk csinálni. Ó, de amúgy nagyon egyszerűnek írja ezt a csatát. Én kicsit jobban tartottam ettől, hiszen emlékeztek, hogy a szellemek ellen sokkal rosszabb otcokat adott. Ha ezt megnyerjük, akkor kapunk egy griff madarat, úgyhogy hajrá. Akarok-e valami followert beadni? Nem. Szerintem most ez jó lesz anélkül is. Pénzünkre vigyázni kéne azért. Annyiban szerencséje van az ellenségnek, hogy egy ilyen szorosnál találjuk meg őket. De annyira mégsem mondanám, hogy ez őrült nagy szerencse. Azt fogjuk csinálni, hogy kettészedjük a sereget, és az egyik a bal oldalon érkezik az egyik, jobb oldalon a másik. Jobb oldalról mennek azok, akik képesek Vanguard deploymentre.
Tehát ide kell nekem pár távolsági egység, mondjuk nem így, hanem mindegyikből egyfajta. A giantek is, ugye ők lesznek az első sor, és ők is vangárdolhatóak. Sajnos a közel egységek közül, akik vangárdolhatóak, azok mind eléggé le vannak sérülve. Még ide mögé jöhet szerintem egy-két ember, mondjuk egy etiópiászok, meg még... egyiptomi slingerek. És akkor tudjátok a Ctrl 2. Ti fogtok innen és akkor ti be tudtok ide állni, igaz? Nem, vagytok ki nem tud. Ó, az etióp slinger nem tud beállni. Akkor mégiscsak egy etióp javelinman jön ide. Ez egy viszonylag erős sereg. És ez rögtön ide tud jönni, és rögtön arcba tudja őket kapni. És addig pedig a másik oldalról tudok érkezni ezekkel, ilyen bal oldalról. Vagy esetleg még azt lehet, hogy ezeket csak simán ide állítom fel. Nem tudunk olyan messzire előni, hogy őket eltaláljuk. De ők sem. Szóval... valahogy olyan távolságra kéne, hogy pont tudjuk őket lőni. Ők meg pont ne tudjanak minket lőni. De közben flankelni is nagyon tudjanak. Valahogy így. És akkor ők rá vannak kényszerítve a támadásra. Tudjuk a Ctrl 1. Oké, nem tudom, hogy lehetni Ctrl 1. Ez a múltkor is megszívtam. Mindegy. Szóval tűntek a Ctrl 1, vagy valami ilyesmi. És ti fogtok beállni ide. És ti azonnal jöttök erősítésképpen. Jó. Ti ide fogtok felállni. És akkor ezek elkezdenek itt lőni. Itt vannak nekünk skirmisherek, ezek lovasok? Ezek milyen lények, te jó ég? Ja, pónik. Ez kajakra póni. Arimos Poi Skirmisher, ezek biztos, hogy pónik. Na közben játék már ünnepli a győzelmünket. És nagyon, nagyon megritkítottuk. Az íjászok gyakorlatilag elintézték őket. A pónikat. Spear and Shield Infantry, az ellen amúgy nem az igazi. Feltétlenül a Vanguard. A Giant Vanguardok. Ott vannak íjászok, akik amúgy dolgoznak. Na őket mondjuk ki kéne szedni lehetőleg gyorsabban. Miközben itt flankelgetni az ellenséget. Elég fontos. Közben megérkeztünk. Ahogy csak éppen nem jókkal. Oké, de jó, hogy az íjászok mennek elől. Mert ki más? Legalább a Spearmaneket tudtam most elkapni. Vagy a Spearmaneket tudtam elkapni ezeket a Huntereket. Esetleg egy kis melee defense-et kaphatnának. Itt egész jól állunk, mondjuk ez nem annyira jó. Na most kéne oda bedobni az óriásokat. Jó, az ellenség menekül, az jó hír. Végül is minden fronton nyerünk. A Sirineket nem vetettem be, pedig igény az lett volna rá. Na és ezek összeszedték magukat. De igazából már nem is számított. Megnyertük a csatát. Na, adjad a griffet! Mi legyen a túlélőkkel? Replenishmentet kérek. Ráfér elég sok egységemre a replenishment. És akkor most úgy tesz, mint a visszavonul, de aktuálisan nem, hanem meghal, és lesz a Griff available in the special recruitment pool, ami tök jó. És még kaptunk egy képességet is, illetve maga a hősünk kapott egy olyan... ez volt az? Nem. Mindegy, kapott egy képességet, ami bónuszod a kampány során. Na most! A griffek azok nem nevezhető, akárhogy nézzük, nem nevezhetőek távolsági egységeknek, de közelharcieknek sem feltétlenül. Úgyhogy ezzel kéne kezdeni valamit majd. Most építeni nem tudok, igaz? Mert nincs elég fám. Ide lehetne amúgy lerakni. De miért? Ó, de minimálisan gyógyul ezt. Egy jó ég. Mi? Hát akármiért is. Elég kellemetlen. Jó drága a griffnek a fenntartása. De amúgy jó harcos is, tehát 500 kajába kerül körönként.
a fenntartása, és 3000-ben a lehozatala. Úgyhogy még talán nem járunk ott, hogy ezt be lehessen adni. Igen, itt majd a főhőst kéne... A főhőst kéne behozni. Lehet, hogy inkább az Aszmerettel, hogyha már van itt ez a poisonous sereg, akkor őt kéne legyőzni, és akkor ahhoz megkaphatja mondjuk a Giant Bowman-t, azt mindenképp, azt minden további nélkül, és ezzel kaptunk egy Epic Agent-ot is amúgy, mert teljesült egy küldetés, ezúttal az egy szatírt kaptunk, saját seregre ad casual replenishment-et. Uff, az kemény, 100%-os casual replenishment, 200%-os casual replenishment, 5 horde growth, ellenséges seregre pedig gyengítés meg minden. Tehát te ide be tudsz jönni mondjuk? Majd a következő körben gondolom. Most egyenlőre nem. És hogy ezzel megtámadjuk-e ezt, hát nagyon kellemetlenek ezek az ezek az egységek. Azért lehet, hogy erre nem vagyunk felkészülve, de ezzel a sereggel lehet nem is leszünk. Hát nézzétek, milyen alacsony szintű a visszanövelés. Nagyon rossz. Nézzük meg, hogy milyen számokat ad, hogyha én megtámadom. Hát azt mondja, hogy vagy nyerünk, vagy nem. Tudod mit, nekem tetszenek ezek az occok. Még egy ilyen végső csatára próbáljuk meg ezt beadni, és most viszont lecsökkentjük a felére az ellenséges hőst. Szóval az utolsó csata a mai részben az ez lesz, és megpróbáljuk megszerezni tőlük az utolsó mitológiai lényt, ami így csatákból megszerezhető. Ilyen nagyon bokstandard csata helyszín. Tehát láthatjátok, hogy oké, vannak dombok, de hogy igazából ezzel kiismerül minden feature, ami számíthat. Ők nyilván felmennek a dombra, ami egy okos döntés tőlük, lehet, nekem is ezt kellett volna döntenem. Ha innen én megállok, akkor én át tudok előni rájuk. Hát talán igen, talán nem. Most inkább begyorsítom picit. És figyelni kell arra, hogy közben az ő ijászaik ne tudják lőni az én ijászaimat. Vagy az én egységeimet úgy általánosságban. Igen, ők felálltak oda a domtetőre. Sajnos. Úgyhogy most annyit tudunk, hogy mi is felálltunk egy domtetőre, úgyhogy nézhetjük egymást. Amíg világ a világ. Mindenképpen nekünk kell támadni. Ők nem fognak. A jó hír az, hogy nincsenek teljesen a dombnak a legtetején. Ilyen kicsit... kicsit furán állt be. Én ide raktam volna az egységeimet, nem ide. De aztán lehet, hogy én tévedek. Tudok-e valami varázslatot? Charge bónusz és speed 15 másodpercre. Oké. Ezt lehet, hogy be kéne adni. Amikor majd támadunk. Mindenkire. Mozgatja is el itt magát. Amúgy. Vagy ez mindenkire vonatkozik, vagy körben. Effects ally in range. Csak az a baj, hogy ez inkább itt a középsességekre vonatkozik, meg a távolságiakról for people. Szóval ide fel kell jönni, sajnos fel kell fejlődni, akármennyire is nem tetszik. Most beadom ezt a charge bónuszt is. Inkább a speed az, amit tetszik, nem is a charge bónusz feltétlenül. Sajnos ami probléma, és elég nagy probléma, hogy az ellenség mérgezett nyilakkal dolgozik. Úgyhogy folyamatos sebzést fogunk elszenvedni emiatt. Drinkers of Venom, Souls Infantry. Próbálom itt előre küldeni az egységeket, illetve téged is. Te is menj előre. Hát az a baj, ezekkel nem tudok mit kezdeni nagyon, úgyhogy próbálom megtörni a gyalogságát. Az a biztos. Oda be. Menjetek csak be oda, óriások. Jó, az egy szép damage. Max annyi, hogy én is tudom lőni az ő távolságegységeiket, az én távolságegységeimmel. Valaki már most menekül. Nem tudom pontosan kicsoda, talán te. Azért az a morálnak nagyon odaüt, hogyha... Te miért ott állsz az izék közepén? Basszus. Áll értitek a csatamező közepén, nélkül, hogy bármit csinálna. Szóval a morálnak oda csap, amikor... nézzétek, elkapták őket. Amikor mérgezett dolgokkal lövik őket. Jó, gyertek ki onnan, és nektek gyógyulnotok kell viszont most. Ezek itt nagyjából okésak, ez... igen, nem tudom, ez most dolgozik-e, pedig kéne.
Ha ennek a seregnek nagy veszteségei vannak, az nem annyira nagy probléma, lássuk be. Itt a hősöm még dolgozik. Az óriások valamennyire gyógyultak, de azért ez nem az igazi. Viszont őket, amint elkészültek ezzel, be tudjuk küldeni ide. Segíteni. És komolyan feladtátok az üldözést? Ja nem, nem adták fel az üldözést. Azok már, hát még talán vissza is jöhetnek a csatába. Itt megpróbáljuk elkapni őket. Így és úgy. Jó, azokat akár el is kaphatjuk. Ezek itt elmenekülnek, nagyszerű, az ellenséges hős nem sokára meghal, az én hősöm még él. Szóval, az elég jó hír. Kicsit meggyorsítom, hát hogyha utol tudja érni. Te nem akarsz magadnak morált adni? Jó, meg is van, megölte. Én azt mondom, hogy szerintem én most már ezt abszolút győzelemként élem meg, ami itt történik. Nem tudom, hol van még akkor a sereg, amit még az előbb jelzett, de most már, jó, most már rendbe jött a szám. Tehát igen, azért voltak itt necces pillanatok, a mérgezett nyilak azok nagyon durvák, de sikerült nyernünk. Az óriás egységek nagyon jó szolgálatot tettek, ott azért a jobb szélén ők fordították meg a csatát szerintem. Viszont vissza kell most töltődniük egy-két körön át. Ezért mi láthattuk, milyen rossz itt a replenishment, úgyhogy most menjünk az 5%-os replenishmenttel bármi más helyett. És még így is nagyon-nagyon lassan fognak ezzel haladni. De most úgyis megvárhatjuk, míg hazaér a fősereg. És megkaptam a Hydra Priestet, mint különleges egységet. Az azért elég jó cucc, innen lehet lehívni. És nincs elég pénzem, hogy lehívjam. Vagy mind nincs elég? Ja, pénzem. Ez mind pénzbe kerül. De majd lesz idővel. Szóval ez egy gyakorlatilag olyan, mintha egy hero egység lenne. Majd megmutatom a következő részben, hogyha lesz. És ami a legfontosabb nála, hogy nagyon durva mágiái vannak. Jó, ebben a körben már nem nagyon akartam más csinálni. Hephaistosnak mehetne végül is még fejebb a kultusza. Artemisnek nagyon jó helyen van. Ezek rendben vannak. Most amúgy lehet Hekatomot is beadni, meg Prayert is beadni. Most nincsen aktív imám, ha minden igaz. Viszont ezek mind csatában hasznosak. És most nem lesz csata egy-két körön át. Ez... hogy is van? Prayer to Hephaistos, Prayer to Artemis. Igen. Upkeep csökkentés bizonyos egységeknek. A könnyű gyalogságnak upkeep csökkentés van itt nála beadva a második szint miatt. Hogyha őhoz imádkoznak, akkor kapnánk egységeket. Ilyen Warriors of Artemis, ami íjászok. Tehát íjászokból vannak egyébként jók. Már így is. De sokan megkapják a stride ability-t. Akkor oké, innen lehírni valakit. Nem feltétlenül. Size-ból tudnánk, de még onnan sem nagyon érdemes. Úgyhogy most ennyi, megnézzük meg a következő kört. Mert most jön az, hogy ezzel az Amhozéval fel tudom gyorsan gyújítani az egységeket, és ezért hozzá akarom csatlakoztatni, hiszen itt nagyon lassan gyógyulnak az egységek. Itt azért jóval gyorsabban. Látjátok? Nagyon durva. Itt az jóval gyorsabban, bár itt is szükség van még pár körre. Építkezni nem tudunk, nincsen elég fa. Viszont ez a sereg már önmagában egy elég félelmetes cucc. Úgyhogy ha vele ide jövök, ezzel pedig délről érkezem, akkor valamit akár ki is süthetünk. Valami jó cuccot. Főleg, mert mondom, most 7 vagy mennyi körön át nagyon gyorsan töltődnek vissza itt az egységek. Kicsit talán túl gyorsan is, hogy őszinte legyek. Jó, na hát srácok, ennyi volt ez a mai rész, köszönöm szépen a figyelmet. Ha ritkán szoktam ilyet kérni, de hogyha szeretnétek, hogy folytatódjon a sorozat, akkor jelezzétek már légy szíves, hogy rányomtok a like gombra, ha nem, akkor ne. Akkor csak ne nyomjatok rá, ennyi. Ettől függetlenül akármi is lesz Total War content, egy kicsit másfajta, kicsit új típusú, és nem is feltétlenül Trójához kapcsolódó Total War content lesz jövő héten a csatornán, de amellett, hogyha látom, hogy így sokan szeretnétek, akkor még ezt is folytathatjuk további 5 részen át. Köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!